Szerbusztok, kedves nagyon kedves srácok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ismét itt a Doom 2 végigjátszásunknál. Hogy vagytok, kedves nagyon kedves srácok? Remélem mindenki jó van, mindenki jól érzi magát, és mindenki kész az utolsó epizódját, illetve kiegészítőjét játszani velem végig a klasszikus Doom szériának. Nézzük csak! Ugye alapjáraton ez a No Rest for the Living nem szerepelt a Doom 2-ben, ezt később adták hozzá a fejlesztők. Más fejlesztők, ha jól tudom, nem az id Software, hanem a Nerve, azt hiszem ez volt a fejlesztő stúdiónak a neve. És ahogy mondtam nektek az előző Doom 2 végigjátszás videón végén, elvileg egy a pokolnak egy zsebdimenziójában fogunk járni, ahol egy cyberdémon saját magának akar összegyűjteni egy démoni sereget, és ebben kell őt megakadályoznunk. De ugyanakkor olvastam, illetve hallottam olyanokat is, konkrétan a készítőktől, hogy ez a kiegészítő a Hell on Earth cselekményei után fog játszódni a Földön, szóval kiderül, hogy mi lesz itt. Szóval, no rest for the living, heard me plenty. Fuck. Igen. Egyelőre határozottan úgy néz ki, hogy a Földön vagyunk egy UAC létesítményben. Szeretem ezt a zenét, főleg amikor felpörög. Még ennél is jobban. De érdekes. Illetve, ha jól emlékszem, akkor 8 normál és egy ilyen viccpálya van ebben a kiegészítőben. Ez a pálya eddig tök jó be van rendezve, hogy őszinte legyek veletek. Erre a részre vártam a zenéből. Ezt használom a végigjátszásomnál a záró képernyő zenéhez is. Wow! Ahogy hallom, démonurak összevesztek. Nini! Egy le tudtam lőni, de király! Van, szépen lassan szerezzük meg a kulcskártyákat. A terettérképet.
Szegények csak rohangálnak össze-vissza, mint a mérgezett egerek. Mekkora ez a pálya, ez igen. No csak. Fent egy láncfűrész. De kár, és hol van a sárga kulcskártya? Ezért csak meg kéne találni, még mielőtt elmegyünk innen. De mivel felvettem a komplett tereptérképet, ezért az a baj, hogy nem tudom megmondani, hogy hol jártam már, és hol nem. Hallom, mintha valahol itt nyílna ki valami. Ez itt meg már a pálya eleje. Ezekre fel tudok jönni? Ó, na ez de jó tudni. Ezekre a dobozokra nem tudok, de ezekre a földes vackokra igen. Yeah. Erre is hallok ám még démon hangokat. Gondolom ott kint vannak. És ott van a sárga kulcs, de... A Szensi nevű embergyermek hogy fog odajutni? Kár, hogy ez az ajtó nem nyílik ki. Majd várjunk csak, buta vagyok.
ez csak ide vezetne. Ebbe a terembe, ahol volt a kettő golyószórós vadállat. Nem teljesen tiszta számomra egyértelműen, hogy olykor a térkép mit jelez ajtónak, meg mit nem. Ó! Oh! Remek! Kint még körbenézek. Van ott egy szuper shotgun is. De mi? A fasz nyílik ki? Én őszintén nem tudom. Na jó van, nem érdekel, ma haladjunk inkább tovább, kedves anyák, kedves srácok. Lehet, az nyílik ki akkor? Más hitlen nem tudok elképzelni. Na, hogy próbáltatok még ennek, hogy itt ezt... olyan messze van, mire odaérek, kész. Nem. Nem az az ajtó mozog. Na mindegy, hagyjuk. Menjünk tovább a következő pályára. Nem vagyok annyira jó ezeknek a megtalálásában. Itt is egy sárga ajtó van pedig. A földbázis. Oh, a pálya felét se láttam. Na se baj. The Pain Labs. A fájdalom laborok. Ó, nem.
Egy Pain Elemental. Azért fényjáték, amíg mindig tök jó játszanak a fejlesztők. Van kint egy láncfűrész. Haha, szuper. És meglett a sárga kulcs is.
Wow. Hogy néz? Fúj, ez az ember lő rá. A fene nyitogat itt ajtókat. De most tökre komolyan. Jó van, összeveszett az impact-kel, gyerünk, most adjunk neki. Jó, szépen újra dekoráltuk a helyet. Jó van, menjünk is akkor tovább. A holtak kanyonja. UAC. Ez igen! Jó van, ez mind remekül hangzik. Ó! Oh.
Milyen sok rejtett hely van ezen a pályán, ami mind tele van démonokkal. Még volt egy Hell Knight, ha jól láttam. Ha végül is a térkép így szürkén színezi be azokat a terepeket, ahol még nem jártunk, szóval annyira nem rossz. Hely már úgy néz ki, mintha már megint nem a földön lennék, őszinte gyakorlatilag, kedves nagy kedves srácok. Minden is úgy néz ki, mintha démoni megszállásra utalna, illetve adna jelet. A démonokon kívül persze. Sokan lenni itt. Nagyon sokan. Megölték nekem, köszönöm. Ezt se én öltem meg. Az előző kakodémont. Pillanat türelmeteket kérem, kedves nagyok, kedves srácok. Hú, de egy rakétavetőnek de örülnék. Na, igen, határozottan úgy néz ki ez a terep, hogy már... Már megint, mintha már nem a földön lennék. Vagy a földön, csak... Ez egy zsebdimenzió talán, vagy éppen már elég erőteljesen kezd megint a démoni megszállás erősödni. Wow. Mint a jó oltár, úgy néz ki ez a hely. Az igen. Úgy néz ki, mintha valami erőd lenne. Au!
Könnyen el lehet kavarodni. Ott egy szuper shotgun, jaj de jó! Rakétavető, mennyi rakétával, jaj de jó. Ti onnan előttök idáig, ne szórakozzatok már. Ehhez kellett a koponya. Úgy néz ki, hogy azt a hidat fel tudjam emelni. Yeah! Egész jól össze vannak rakva ezek a kiegészítős pályák, eddig nagyon tetszenek. Jó komplex mindegyik, jó nagy. Következő pálya, Hell Mountain. A pokol hegye. Jaj, most senki se lát engem, ha-ha-ha-ha, dehogy nem. Gondolom ennek a powerupnak esetleg anno a multiplayerben volt sokkal több értelme. Ugye a nagy lövöldözőség közepette nehezebben lehetett a játékosokat látni, az azért jobban megzavaró volt, mint mondjuk csak pár démont nem látok. Au, persze. Vagy ők engem. Márpedig ők engem határozottan látnak. Tessék, csak összevesz nyugodtan.
Na, mi Revenant? Őt sem hiányoltuk innen. Mondjuk amíg Archvile-t nem látok, addig nincs problémám. Őket, azokat rühellem a legjobban. Itt a kijárat, már is. Kék kulcs is van itt. Meg más kulcstárgyakat se találtunk még meg. Egy láthatatlan fal lenne, ami megint most sikerült ezt a csókát belökni. Aha! Jó, és ebbe a vérbe bele lehet állni, szerencsére ez nem sebez. Aha! Az az ajtó nyílt ki. És elengedte a pokollovagokat. Ó, igen. Köszönöm. Itt voltak a pókicák. A póklépegetők. Ez volt ugye itt a sárga kulcsos ajtó. Mennyi mindenki! Ez egy piros kulcs kell, ami ott van. Hol a másik pokollovag? Ketten voltak, nem? Ezt mindjárt fel is vesszük.
beteleportálok, mert Pinky Démon vagyok. Wow. Ah! Itt volt a pokollovag, vele vesztek össze. Van, menjünk vissza. Habár pont itt van a... Ja, hogy a kijárathoz kellett a kék kulcs mindenképp. Hú, mi van ott? Még nem megyünk arra, amíg még nem végeztünk, úgy érzem. Hello! Mit kóborolsz te akkor? Ez de furi. Érdekes. Bármiért is van az ott. De nem tudok oda átugrani, túl messze van. Már pedig ez itt egy ajtó. A játék szerint legalábbis. Jó van. Egyé fene. Vivisection a következő pálya neve, ami boncolást jelent, ha jól tudom. De jó ég. Oké. Úgy érzem, hogy most már határozottan a pokolban vagyunk már megint, vagy annak a zseb dimenziójában, ahogy olvastam. Wow, mennyi mindenki mérges lett itt, mire ezt lelőttem. Úgy látom, ez a vér sem fáj, amivel beleállok. Woo!
Nem tudom eltalálni innen ezt a mocskot. Ez egy teleport. Ó! Nem működik. Ez meg mikor nyílik ki? Most. Hát jó. Milyen szépen énekelnek a démonok a dalra, mi? Értem. Hello! Azért Revenant, akit hallok. Így van. És lemerem fogadni, hogy emögött is van meglepetés. Oh! Yeah! Remek! Na jó van.
És most oda kell mennünk. Oh. Okay. Komolyan! Sikerült! Kemény élet. Egy pillanat még mielőtt tovább megyek itt. Ezeket lövöldöztem most itt le. Remek. Öcsém, mennyi minden van itt, amit meg kell ölni. Nézzük, mi van errefele. Hogy felküldte a démont? Szuper, és ezzel megkerültem ezt a helyet. Jó, akkor vegyük fel a végre azt a piros kulcsot. Hallottam ám a csapda hangját. Atya ég!
annyi holtteste jó ég. És még mindig nem fogytak el. Ó, barátom. Az a nagy igazság, hogy lassan kifogy minden lőszerem. Ez nem túl kifizetődő. Főleg körbevesznek. Itt azért ezeken a dugi helyeken vannak tények. Menjünk vissza, kérlek. Köszi. Hallom, összevesztek. Ó! Engedj el, te szarházi! Úgy nem szeretem ebben a Doom játékban amúgy azt, hogy a szintkülönbséget nem veszi figyelembe a játék közelharcnál. Tehát, hogyha jóval felettem vagy jóval alattam vannak ellenségek, és én közel sem vagyok hozzá, de pont ott vannak a kislábujjamnak a szélénél, de 30 méterrel lejjebb, vagy a másik irányba, akkor is képes, hogy engem közelharcba megsebezni. Ez annyira idegesítő ebben a játékban, amikor próbálnék valami szűk helyen elmenni mellettük, de nem megy, mert ott állnak mellettem, és akkor a játék, és nem mellettem, vagyis majdnem, hogy mellettem, de nem ugyanazon a szinten, tehát így magasságban, és a játék úgy veszi, hogy már pedig ez a köcsük ott áll mellettük, és nem tudsz elmenni, mert bent épi a segget, hiába van 30 méterrel felettebb vagy alattad. Ez főleg a alapjátéknak, az alaptörténetnek az utolsó fő ellenfelénél, a Icon of Sinnél volt nagy probléma számomra, amikor arra jó hosszú, jó magas, fölle menő platformra kellett felállni, hogy be tudjak lőni annak a rohadéknak az agyába egy rakétát, amit meg kell ismételni ráadásul háromszor, és nyilván, hogy a oszlopnak az alján állnak a pinki démonok, és csak ennyit csinálnak, hogy és az a típikus seggemet hiába vagyok fent a mennyországban. Bocsánat. És ez csak a killeknek a 88%-a volt ráadásul. Inferno of Blood. Na jó van. Inferno of Blood, yeah, that's alright. Suits the name perfectly. Okay. Ow.
Ott egy BFG. A kakodémonka. Jaj, ojjajajaj. Vesztek össze. Oh! A Hell Knight meg a nagy dagadt disznó. És meg is ölte. Ez igen, gratulálok. Itt a gratulációm. Gratulációm jeléül fogadd el a sörétjeimet a puskámból. Na, meghaltál, szuper. Csodás. Akkor nézzük meg ezt a termet. Archvile. Még nem merem felvenni azt a kulcsot, majd mindjárt. Yeah. Ez igen.
Értem. Ott is van az Archvile. Ki hitte volna? Jaj. Queen Elemental is van, jó hallom? Oké, annak az Archvile-nak annyi. De mellé lőttem. Megért tapogatózni. Szuper. Na akkor keressük meg azt a ajtót, ahová való az a kulcs, és én látom is. Ó! Oh! Sokan jöttök ott most onnan fentről hirtelen. Oké, okay, kifele innen. Sejtettem, hogy egy ilyen dagadt disznó van ezek mögött. De jó, még egy. Meg mit röhögsz ott? Yeah, itt a kék kulcs! Szuper! Elég nagy komplex ez a pálya is.
De nem lehetetlen, ebbe biztos vagyok. Oh. Floor is lava. Hello! Hadd verekedjenek egymással egy kicsit. Wow! Oké, semmi értelme nem volt belemásznom a lávába. Júj! Na, csend legyen! Az ajtókat vajon hogyan fogom tudni majd kinyitni? Have it! Öcsém... Milyen sok dög volt itt a jó ég! Nem érdekel itt a kijárat. Na jó, hajrá! A báró bankettje, azt mondja. Ez igen. Ők olyan a biztonsági őrök, akik beengedik a vendégeket, vagy sem? Csuda bankett! Azt hiszem rábasztam. Mm.
Abban a szituációban sajnos nem volt kiút. Előttem is, mögöttem is Hell Knight-ok. Na, ki fog nyerni? Pinky Demon. Your winner. Na, itt én Baron of Hell, lehet, hogy az ő bankettje van. És én meg hivatlanul betoppanok ide és agyonlövöm a vendégeket. Meg az ünnepeltet is. Wow! Azt a rohadt mindenit, azt a rohadt mindenit! Fedezékbe. Na erről beszélek! Itt repül felettem, jóval felettem, ez az egy dög, ez az egy lost soul, és nem tudok miatta elmenni. Nyau, Churchill cicám, mondja a magáit a cicó. Innen jöttünk, ugyebár? Szegények. Milyen szépen akart velem kézitusázni az Revenant.
Ó, te jó ég! Jó, veszítsük őket össze valahogy. Ahogy hallom, sikerült. Barátom! Oké. Menkubusznak annyira hatásos hangja van, ahogy elpusztul. Hallani, hogy szétlocsan a feje, és ez a undorító gennyes hústömeg, ami a teste konkrétan összeesik. A sound design, ez a hang design nagyon király. Felettem is vannak még? Jaj, de jó! Még szerencsére, hogy az archfire onnan nem tud feléleszteni ellenségeket, mert legalább ott kell lennie mellettük, hogyha fel akarja őket támasztani. Legalább ez azért pozitív dolog volt ebben az összecsapásban itt és most. Na, Istenem! A pain elementálokat ne! Tépjétek csak a Hell Knight-ot, jó az, jó az! Köszönöm! Wow, az a hely! Megint nem találtam meg még egy kulcsot, pedig láttam, hogy van egy sárga kulcsos ajtó is. Na se baj. Tomb of Malevolence. Na, érdekes.
Mennyi rakéta a rakétavetőbe? Azt a mindenit! Ez kemény lesz. Nem véletlenül kapunk itt rakétavetőt. Ezzel a Cyber Demonnal itt annyira nem mókás a helyzet. Milyen sok rakéta, te jó ég! Na? Imádom, mikor arcba lövöm magam a rakétavetővel. Bíztam benne, hogy elpusztul, de még nem. Meghalt, jaj, de jó! Milyen vicces, hogy csak egy láb meg valami más maradt meg belőle. Határozottan nem áll jól a szénem.
Szegényt, hogy hátba lőttük. Azért liftet képez így, nagyon jó. Lenyitottunk itt ezek szerint mindent? Úgy gondolom, igen. Aha. Igen. Úgy érzem, hogy nem találtunk még meg mindent. Ezen a pályán. Ja, mert ott egy portál. És azzal pedig ide kerülünk. És akkor itt lett egy lépcső. Szuper! Szuper di duper! 100% kill, nagyon jó! Nézzük csak. Újból volt egy kis probléma a kedvenc helyeden, ami a pokol. Valami cyberdémon azt hitte, hogy a poklot a saját kis személyes vidámparkjává alakíthatja,
és a földet pedig a jegyárussá teheti. Tehát a belépési pontra. Nos, az a félrobot mocsok most már... bocsánat. Nos, az a félrobot mocsok nem tudta, hogy ki jön erre a bulira. Nincs semmi ahhoz fogható, mint hogy ennek a... nincs ahhoz fogható, mint hogy a sok-sok démonból egy ilyen shooting gallery, tehát egy ilyen kis céllövöldét csinálj ahhoz, hogy jól felpörögjön a véred. Most ennek a démon labirintusának a falai... Labirint Echo with a Sundance... Aha, tehát most már a falai ennek a démon labirintusnak visszhangzanak a fém végtagjaitól, ahogy a földre zuhannak. Halálhörgése pedig gurgulázik az arcának a maradványaiból, már amit hagytál belőle. Ennek a menetnek vége. És itt a vége. Na, oké. Igen, megöltük a Cyberdémont, aki egy saját sereget akar csinálni démonokból, hogy a saját kis dolgait elérhesse. Akkor csak jól tudtuk, hogy ez egy zsebdimenziójába játszott a pokolnak, ahová vissza kellett mennünk még a Doom 2 alapsztoriának a történései után, mert egy Cyberdémon elkezdett buziskodni, hogy most ő lesz a pokolójúra. De nem, elkentük az ő arcát is. Ígyni, pöff. Igen, a lába maradt ott konkrétan a helyén. Na jó van, kedves nagyok, kedves srácok. Végigjátszottok a Doom 2-t. Mekkora királyság. A Doom 1-et és a Doom 2-t is. Jön a Doom 3 is, annak kiegészítői. Majd a 2016-os Doom. És később majd a Doom Eternal, amikor megjelenik. Nos, kedves nagyok, kedves srácok. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem jól szórakoztatok, és bízom benne, hogy majd a következő végigjátszásomnál is velem fogtok tartani, bármi is legyen az. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és szervusztok!